Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Nagy Viktor vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorunkban. Megújult a Nádasdy utca Bonyhádon. Kiemelkedő tanulmányi és sporteredménnyel rendelkező tanulót illetett meg az elismerés. Népszerű volt az autómentes nap Bonyhádon. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a harmónika. Munkája mellett sikeres sportoló, a bonyhádi rendőr. 77 millió forintból újult meg a Nádasdy utca Bonyhádon. A munkálatok során többletfeladatok adottak, így az eredetileg a beruházásra elkülönített közel 48 millió forintot, még 29 millióval kellett kiegészítenie az önkormányzatnak. Még nyár elején vette kezdetét a Nádasdy utca felújítása Bonyhádon. A hivatalos átadóra azonban nemrégiben kerülhetett csak sor, ugyanis a 436 méter hosszú útszakasz korszerűsítése során a kivitelezőnek számos plusz feladatot kellett orvosolnia. A kezdeti nekiinduláshoz képest a teljes alépítményt ki kellett cseréljük az útban, mert itt a közműfelújítások során ilyen-olyan állapotban valósultak meg ezek a dolgok. Szerencsére az önkormányzat ebben partnerolt, és azt gondolom, hogy most korrekt módon megvalósult itt a felújítás. Bonyhád egyik legjobb minőségi utcája lett szerintem, és hosszú távon fogja szolgálni az itt lakók biztonságos és kényelmes közlekedését. Ez most már lassan majdnem 50 éve készült az előző ütem, úgyhogy éppen időszerű volt. Márciusban kaptunk munkaterületet, de a tényleges kivitelezés nyár elején indult meg. És akkor sajnos ez hátráltatta ez a rengeteg alépítmény. Ugye nagyon szűk az utca, saját magunkon kellett folyamatosan áthaladni, úgyhogy egy bő 3 hónap volt a kivitelezés. Az egyik oldalon teljesen megújult a teljes útszegély, ott a járdaburkatot is megújítottuk, a másik oldalon szakaszosan csak a szükséges helyeken cseréltük a szegélyeket, amúgy tényleg teljes alépítmény cserével szinte a teljes burkolat felület alatt. Az egyik lakótól megtudtuk, hogy 1961-ben költöztek a Nádasdy utcába. Mindössze 2 ház volt, a Dobosi meg a Tamási fél ház volt, a többi lefelé nem volt út. Földes út volt, a vizet úgy kellett építkedéssel befolyatni, megengedték, mert akkor még nem kellett fizetni a vízért. És úgyhogy akkor jában egy nagy örömmel volt Bártapártiból, hogy jöttünk ide. Akkor még bányába jártam, akkor még könnyebb volt hát kifizetni az adósságot, meg így sikerült kerülnem Bonyhádra. 2 évben nincs autóm, de örülök neki, hogy autónk van, mert könnyebb a közlekedés is, mert nem kell már, kerülgetni az izéket, mert minden. Mert sok probléma volt ebben az utcában, mert párról lefelé. Ott mélyed és süllyed mindig meg minden, de nekem szerencsém van, mert itt voltam egész pontra. Itt a főcserétben lakom. Bonyhád város még 2021-ben nyert 206 millió forintot belterületi utak és járdák felújítására. Ebből az összegből a Nádasdy utcára közel 48 millió forintot különítettek el. Nagyon örülünk annak, hogy végre a Nádasdy utcára is sor került, hiszen már hosszú idő óta jogos igénye volt az itt lakóknak, hogy megújulhasson ez az utca is. Természetesen, amikor egy döntés megszületik, hogy melyik utca kerül felújításra, akkor nagyon sok szempontot kell figyelembe venni. Egyik és alapvető és fontos szempont az, hogy milyen állapotban van, de a forgalmat is figyelni kell, és itt alapvetően azért a Nádasdy utca lakói elsősorban, akik használják ezt az utcát. Ezért néhány évvel ezelőtt, az elmúlt években, amik megvalósultak új útfelújítások, azoknál egy-két másik utca előrébb került, de szívőrünk alak, hogy most erre is sor került. Egyrészt köszönhető ez Magyarország kormányának az ő támogatásának, hiszen egy tavalyi pályázat során 206 millió forintot nyert a város arra, hogy ilyen belterülő utak felújítására, illetve járdafelújításokra sor kerülhessen. Ennek a programnak a keretében valósult meg ez az útfelújítás. Ugye ebből valósult meg a Jókai utcánk, illetve a Hoffer Károly utcánk, és még vissza van az idejében a Vasvári Pár utcának a felújítása. Amikor a felújítás megkezdődött, akkor azért némi problémával szembesült a kivitelező, de nincsen semmilyen beruházás, meg felújítás olyan problémák nélkül, ami minden akadálymentesen vagy zökönmentesen menne, ez sem volt így. Ezért nagyon hosszú időre sikeredett a kivitelezésnek az ideje, és ezért is hálás szívvel köszönöm meg most ezúton is az utca lakóinak, hogy nagyon nagy türelemmel várták ki a beruházás, a felújítás végét. Nagyon összetartó, és egy jó csapat lakja ezt az utcát. Itt a,
az előbbi beszélgetésekből is kiderült, mert eddig is ezt tapasztaltam az itt lévők tekintetében, mert ők is úgy gondolták velünk együtt közösen, döntéshozókkal közösen, hogy inkább várják ki azt az időt, ami szükséges a jó munkájhoz. Azonban a legfontosabb, hogy a végeredmény hosszú távon az utca lakóinak érdekeit szolgálja. Az említett kormányzati támogatáson felül 22 millió forintot nyújtott a város az útfelújításhoz, és további 7 millió forintot a járda felújításhoz, és így összességében 77 millió forint volt a kivitelezés végösszege. Évek óta Széchenyi díjjal tüntetik ki azokat a végzett nyolcadikosokat, akik tanulmányi vagy sportban elért eredményeik alapján rászolgáltak erre az elismerésre. A közösségért tett munka és a diákok képviselete is sokat nyomott alatba az idei elbírálás során. Széchenyi István mellszobrának koszorúzásával indult az ünnepség a Bonyhádi Széchenyi István általános iskolában. A mai nap talán a legemelkedettebb ünnepség iskolánk életében, az a Széchenyi nap. 1791. szeptember 21-én ezen a napon született Széchenyi István, az intézmény névadója, ráemlékeztünk. És igazából a beszédemben arra próbáltam felhívni a figyelmet, hogy időnként érdemes az egyéni érdekeken fölülemelkedni, egy közösségért, egy nemzetért dolgozni. Ezt próbáltam a gyerekek számára átadni, azt gondolom, hogy talán sikeresen. És ami még különlegessé teszi ezt az alkalmat, hogy ezen a napon szoktuk átadni a Széchenyi díjat. Ezt a végzett nyolcadikosok közül az kapja, aki a leginkább megérdemli a tantestület szavazatai alapján. Nem csak tanulmányi eredményeiben kiváló, hanem mellette a közösségért is sokat tesz, és így függ össze a kettő gondolat. Aki összetartja a közösséget, képviseli a többieket, és mindig lehet rá számítani, így történt ebben az évben is. Takács Réka személyében azt gondolom, hogy egy nagyon jó díjazottunk találtatott ebben az évben. Ezt a díjat még Bősze István alapította több mint 20 évvel ezelőtt, és egy egyeni domborművel díszített oklevelet kapnak a diákjaink, és évről évre egy vándorserleget is átadnak egymásnak. Mindig úgy van, hogy az előző évi díjazott a friss díjazottnak átadja. Ezek nagyon szép örömteli pillanatok, jelző, hogy ebben az évben is szerintem egy ilyen 1-2 perces vastaps kísérte az átadást. Tényleg felemelő pillanatok ezek. A díj odaítélése minden évben nagy fejtörést jelent a tanárok számára. A győztes kiválasztása után pedig az eredmény teljes titokban tartása következik, egészen az elismerés átadásáig. Eléggé váratlanul ért. 8. év végén kaptam egy pár sejtést erre. Több tanár is elszólta magát, de úgy voltam, hogy én biztos nem én leszek, meg hogy nem éreztem úgy azt, hogy én fogom ezt megkapni. És akkor kaptam múlt héten egy meghívót, akkor onnan már leesett a dolog, hogy tényleg én. És igazából tényleg nagyon durván meglepett, mert én az iskolai éveim alatt tökre nem éreztem úgy, hogy valaha én leszek a méltó arra, aki megkapja ezt a vándorserleget, és ezt az egész díjat, és hogy ennyire ki tudnak tüntetni, és tényleg nagyon megtisztelő volt, hogy én ezt így megkaphattam. Mert ahogy láttam az előző diákokat, akik kapták ezeket a díjakat, teljesen másfajta eredményeket értek el, másfajta sportban, másfajta versenyekben, és ezért úgy gondoltam, hogy nem én leszek, és volt csomó tippem teljesen másik évfolyam társaimra, úgyhogy tényleg semmi sejtésem nem volt erről, hogy én fogom így megkapni. A tanulmányi eredmények mellett plusznak számít, ha valaki a sportban is sikereket tud elérni. Modern táncolok szerintem lassan 10 éve itt az iskolában, és azzal a csapatommal nagyon jó eredményeket tudtunk elérni az évek alatt. Rajzolásban is sokszor sok versenyen részt vettem, és sokszor is kaptam díjakat. Igazából más tényleg nagyon nincsen, és a magyar versenyeken meg egy-két ilyen infóval kapcsolatos dolgokkal is voltak eredményeim, meg a nyelvvizsga volt, ami így beleszámított. Ne csak azért menjenek, hogy díjat kapjanak, hanem tegyenek azért, hogy tényleg megérdemeljék, és ne arra figyeljenek, hogy csak jó eredményeket kapjanak, hanem a közösségért is szíveskedjenek tenni dolgokat. A Széchenyi díjban évről évre az a diák részesülhet, aki közösségi munkájával, példamutatásával, szorgalmával és eredményeivel kitűnik társai közül.
18. alkalommal csatlakozott Bonyhád városa az autómentes naphoz. A Vörösmarty Művelődési Ház melletti téren megrendezett eseményre számos iskolából érkeztek gyerekek, akik trükkös kerékpárokat próbálhattak ki, akadálypályán tehették próbára tudásukat, vagy extrém bicikli bemutatót nézhettek meg. A rendezvény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az autók okozta káros környezeti hatásokra, illetve bemutassa, hogy számos más alternatív közlekedési eszköz is létezik a gépkocsin kívül. Trükkös kerékpárok, extrém bicikli bemutató, bringás felvonulás is várta a gyerekeket az autómentes napon. Bonyhád idén 18. alkalommal csatlakozott az országos kezdeményezéshez, aminek a célja az, hogy felhívja a figyelmet az autók okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra. A rendezvénytéren helyet kapó eseményre rengeteg gyerek érkezett, őket sokszínű programokkal várták a szervezők. Nagyon jó volt, és tényleg nagyon jó. A bicikli az tényleg sokkal jobb, mint az autó, nem szennyezik a környezetet, és én is egyébként néha-néha biciklivel járok iskolába. És a kedvencem a biciklis volt, amikor szólt a zene a bicikli elejéből, és jó volt ez a kresszes is, úgyhogy tetszett. Szerintem igazából azért lesz jobb majd a biciklizés, és többen fognak járni, mert most jön ha nem lesz már ez a benzinástop, akkor hát ezért fognak nagyon sokan biciklivel járni. Nagyon tetszett ez a pálya ott, és még nagyon tetszett az, hogy tekertél és a rádió szólt, az is nagyon jó volt. Extrém triál kerékpársót is végignézhettek a gyerekek, sőt a bátrabbak közreműködő is lehettek a bemutatónak. Itt egy speciális bicikli használatával a kerékpáros végigmanőverezett és egyensúlyozott egy erre a célra kialakított mesterséges akadályt, mindezt lábletétel nélkül, a gravitációt meghazudtoló ugrásokkal és egyensúlyjal kivitelezve. Ez a program óriási sikert aratott a gyerekek körében. A rendezvényen a diákok olyan alternatív közlekedési eszközökkel is megismerkedhettek, mint a roller, vagy a manapság egyre népszerűbb elektromos roller. De számos más érdekes kipróbálnivaló is volt a rendezvényen. A gyerekeknek, hogy érdekesebb legyen a program, színesebbé tettük trükkös kerékpárokkal ezt a mai napot, illetve kresszsulival is készültünk, ki tudják próbálni, hogy kell közlekedni a valóságban, zebrát, hogy kell használni, rendőrlámpát, hogy kell használni, kressztáblákat ismerhetnek meg, csapatokra osztva tudják használni ezt a kresszpályát, a csapat egyik fele gyalogosként, a másik fele pedig kis rollerrel, kis motorral vesz részt ezen a úgymond a közlekedésben. Most 2 órakor kezdődött a kerékpáros felvonulásunk, amin nagyrészt inkább iskolások vettek részt, míg a délelőtti gyalogos felvonuláson inkább az óvodás és az alsó tagozatos diákok, illetve kisóvodások vettek részt, ezzel is demonstrálva azt, hogy nem kell mindenhova gépjárművel menni, lehet gyalog is, illetve kerékpárral is közlekedni a városba, és hogy elősegítsük a kipufogó gáz okozta környezetszennyezést. A mai napon díjmentesen lehetett használni a helyjáratos autóbusz közlekedést is. Ahogy a programokat tovább színesítsük, érdekes programokkal van egy kezes-lábas játszóházunk is, melynek a lényege az, hogy átalakított kerékpárokkal lehet játszani, mondjuk teniszlabdát kilőni, vagy kis vonatot hogy lehet irányítani egy átalakított kerékpárral. Mint minden évben, idén is az autómentes nap programjaival párhuzamosan bent a Vörösmarty Művelődési Házban véradó állomás várta az adakozni kívánó résztvevőket. Majd a rendezvény zárásaként tombola sorsolás következett azok között, akik regisztráltak és részt vettek az eseményen. Először jobb kézzel kell megtanulni rajta játszani. Majd ha már ügyesebb az ember, hozzá kell hangolni a bal kezet is. Lássuk, mitől is különleges ez a hangszer, amelyet az elmúlt években alig lehetett hallani. A
harmonikázni is megtanulhatnak a Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus általános iskola diákjai, hiszen az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvend ez a hangszer. A hangszer igazán különleges, és minden környező nép kultúriában nagyon nagy fontossággal szerepel. Sajnos egy picit a mi kultúránkból egy ilyen rossz elszólás miatt kimaradt egy picit, de azon dolgozunk, hogy visszakerüljön arra a rangra, ami egyébként a magát a hangszert, a harmonikát megilleti. Sráckoromban harmonikázni tanultam, mégpedig a Máza Szászváriként, ez nagyon érdekes, mert a Szekszári Zeneiskolának voltam a növendéke, mindig ide kellett járnunk Bonyhádra a Petzel kastélyba vizsgázni. Köhler Jani barátommal együtt tanultunk harmonikázni, és hát Köhler barátomnak nagy fájdalma volt az, hogy hosszú évtizedeken keresztül nem volt Bonyhádon harmonika tanár, amikor ugye a Bonyhád a svábság nagy centruma. És az ő halála után Köhler Ilonka kérésére és unszolására bevállaltam ezt a feladatot, és most már 6. éve folyik a harmonika oktatás Bonyhádon, és közben Szekszárdon is elindult, és úgy néz ki, hogy mind a két helyen nagyon sikeres, és nagy szükség van rá, hiszen a harmonikások mindenhol kiöregszenek lassan, és kell a fiatalság, aki a helyüket utána betölti a tánccsoportok kísérésében, a kórusok kísérésében, és egyáltalán önálló szólistaként is. Sokrétű felhasználhatósága miatt új kedvenc a gyermekek körében. Nagy előnye, hogy a legtöbb családban fellelhető, bár lehet, hogy a padlást is fel kell tudni miatta. Szekszárdon 10-en tanulnak, Bonyhádon pedig 5-en. Gyakorlatilag 15 jó harmonikás van a pályán már, és hát évente szervezünk Bátapátiban egy országos harmonikatábort, ahol az idén már Tompától Tapolcáig mindenhonnan, Dunaharasztiból, Cseperről megjelentek a legjobb harmonikások, hiszen támogatóinknak köszönhetően meg tudjuk hívni mind előadónak, mind pedig szólistának Magyarország legjobb harmonikásait, akitől a fiatalok tanulhatnak. Nagyon érdekes maga a hangszer, mert ez a hiányérzet, amit az imént már megfogalmaztam, ez az emberek tekintetében látható, amikor kiáll egy harmonikás és megszólaltatja a hangszert. Tehát a kultúrában ez nagyon régóta benne van. Mint kiderült, majd minden családban van harmonika. Tehát vagy a nagypapa, vagy az apuka, vagy valaki harmonikázott. És az egy külön öröm, hogy ilyenkor nem kell különösebb beruházást tenni, hanem le kell porolni a hangszert, egy hangszerésszel kicsit meghangoltatni, vagy kicsit rendbe rakatni, és utána az ikonikus hangszeren, ugye a papáin, vagy az apukáin tanulhat a fiatal játékos. Nagy örömmel várjuk a fölkéréseket a fiatalokkal együtt, hogy ha valaki harmonikaszót szeretne hallani, akkor akár Bonyhádon és környékén, akár Szekszárdon és környékén nagyon nagy szeretettel biztosítjuk a lehetőséget, hogy a hangszerrel megismerkedjenek. A legtöbben még gyerekkorban ismerkednek meg a harmonikával, az sem ritka, hogy valaki másik hangszer mellett is zenél rajta. Igazából én 6 éve játszom harmonikán. Ez hát igen, az első év kimaradt, mert igazából anyukám találta még nagyon régen, és akkor gondolta, hogy mi lenne, ha én is eljönnék, és azóta harmonikázom. Ugyan ennyi ideje játszom dobon, a balkéz a legnehezebb része az egésznek, hogy az egészet úgy egyszerre húzzuk meg, de a harmonika akkor is egy csodálatos és pompás hangszer marad. Olyanok is akadnak, akik a családi felmenők révén ismerkedhettek meg a harmonikával. Uh,
Ez lesz a harmadik évem, hogy harmonikázom, és azért választottam ezt a hangszert, mert a családom apai ágról sváb, és ott mindig is jelen volt a sváb kultúra, és amikor elindult Szekszárdon a harmonika oktatás, akkor éppen apukámmal vittünk haza egy harmonikát, hogy odaadjuk ugye az oktatás számára, és amikor bekerült a kezembe, nagyon megtetszett, hogy milyen érdekes. Szerintem ez egy elég ritka hangszer, hogy nem sokan játsszák, és ettől így egyedivé válhat az ember, meg hogyha szereti az ember a kihívásokat, akkor ezt ajánlom. A tánchoz zenét is illik szolgáltatni, így nem újdonság, hogy valaki kedvet kap ahhoz, hogy akár saját magát is megtanulja hangszeren kísérni. Számomra a harmonika az egy ilyen nagyon népi hangszer. Nekem is a felmenőim között az egyik része sváb, és így számomra a sváb kultúra nagyon fontos. Ugyanígy lassan 14 éve táncolok tánccsoportban, és a harmonikát már régebb óta ismertem, viszont sajnos nem volt még lehetőségünk rá az oktatásra, és 6 évvel ezelőtt sikerült elindítani egy oktatást, és nagyon örültem neki ennek. Legelőször jobb kézzel kezdtünk el játszani, nekem annyi volt a hátrányom, hogy nem tudtam kottát olvasni sokáig, viszont hang alapján el tudtam játszani, és így is próbáltam kicsit erősíteni a hallásomon, hogy azért jó legyen a harmonikázás is, de először mindig a jobb kézzel álltunk neki. A harmonika tehát reneszánszát éli a diákok között, kellemes hangzásának és sokoldalú használatának köszönhetően újra közkedvelt hangszerré válhat. Gyerekkorában atletizált, innen jött a sport iránti szeretete. Később a futás a hobbiává vált, majd az egészségmegőrzés szempontjából is fontos szerepet töltött be a sportoló életében. Bemutatjuk önöknek Noé Attillát, aki nem is olyan régen még a dániai Európa-bajnokságot is megjárta. Nem mindenki lehet olyan szerencsés, hogy a munkahelye is támogatja a hobbiát, valamint versenyeket szervez és gondoskodik az utazásról és a teljes ellátásról. Ebbe a helyzetbe került Noé Attila, aki a rendőri hivatás mellett az egyik szenvedélyének, a futásnak is hódolhat. Gyerekkorom óta futok, most jelenleg ezt ki tudom használni abban is, hogy a munkahelyemen is rendeznek sporteseményeket, és oda is el tudok jutni, tudok futni versenyeken. Egészen a rövidebb pályaversenyektől el tudok menni akár terepfutó versenyekig. Itt pályán az 1500 méter, 5000 méter, és ez akár egészen ilyen 8-10 kilométeres terepversenyekig. Ugye akkor elkezdtem dolgozni, akkor egy picit ez a lendület, ez alább hagyott, de aztán utána hál' Istennek visszatértem erre az útra, és akkor így a munka mellett a hobbim is, meg az egészségmegőrzés, meg a barátaim nagy része is ebből a sportolói körből került ki. Nagy különbség van a síkfutó és a terepfutó sportolók között, mind az izomzatot, mind pedig az edzéseket tekintve. Nyilván egyrészt a domborzati viszonyoknál az egy futónál nagyon sokat jelent, hogy mondjuk egy atlétika pályán köröz körbe-körbe, szintkülönbség nélkül, vagy esetleg itt a helyi adottságokat kihasználva, ugye itt Bonyhádon is a meccsek közelsége miatt egy jó szintes terepre eljutni, ahol több száz méter szintkülönbséggel fut, sokkal jobban megterheli az emberi szervezetet. Hát ha választanom kéne, most egy kicsit megint a pályaversenyek fele tendálnak, ugye említettem, hogy gyerekkorom óta én atlétizáltam, és akkor ebben nőttem bele igazából a pálya közelsége. Szeretem a rekordtánnak a szagát, ahogy az atléták mondják, de nagyon szívesen akár országúton is nagyon sokan találkozhatnak velem így az út mellett futva. Most a pálya mellett voksolnék. Az utóbbi évek sikerekben is bővelkedtek a sportoló számára, magyarországi versenyeken kívül egy külföldi megmérettetésre is eljutott. Nagyon sikeres év volt, egy kicsit így visszanyúlok a tavalyi őszi eredményekre, is sikerült kvalifikálnom magam a rendőr terepfutó Európa bajnokságról. Dániába részt vehettem ezen az eseményen. Ott a tisztes helytállás volt a célom, ez sikerült is, azt gondolom. Ezután idén tavasszal az országos rendőr terepfutó bajnokságon sikerült elindulni, a korcsoportomat sikerült megnyerni, az egy nagy siker volt számomra, illetve itt az őszi versenyeken sikerült elindulnom a
Magyar Atlétikai Szövetség által szervezett szeniorországos bajnokságon, ott korosztályomban második lettem 1500 méteren, illetve a múlt héten voltam, ugyanezen a távon rendezték a rendőrségi országos bajnokságot, ott nagyon nagy versenyben egy hatodik helyet sikerült elcsípjek. Idén már nagy versenyekre nem készülök, baráti körbe neveztünk be, majd októberben egy maratoni távot fogunk ketten lefutni, elfelezzük a távot, de ezt is már olyan edzés jelleggel, esetleg még egy hosszabb novemberi verseny, ami szóba jött, és akkor én már így a jövő évre a fedett pályás versenyekre készülök inkább egy ilyen alapozó jelleggel lassan. Komoly felkészülés és edzésterv segíti Attilát az eredmények elérésében. Hál' Istennek most már évek óta Szűcs Fati segít nekem az edzéseknek a megvalósításában, ő írja nekem az edzésterveket, nagy segítség ez nekem, jóval könnyebb így készülni. Mindenképpen azt azért hozzáteszem, hogy hál' Istennek nagyon szeretek enni, és így a sok lefutott kilométer miatt ezzel nem is szokott probléma lenni. Nyilván egy verseny előtt egy héttel azért az ember odafigyel erre, azt gondolom, hogy ezzel nincs probléma. Én csak ösztönözni tudok mindenkit itt, akár Bonyhádon is itt van ez a gyönyörű szép pályánk lenn, akinek kedve van mozogni, szabadon jöhet, futhat, megtalálja mindenki a számításait a futásban. A rendszeres testmozgás nem csak a kondíció megőrzéséhez járul hozzá, hanem ezáltal sokkal edzettebb és ellenállóbb lehet az ember szervezete is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!